Műsorunk folytatásában Napjaink című közéleti magazinunk következik. Aktuális témáink közül elsőként Hárs József bói polgármesterrel járjuk körbe a kisvárosban folyó beruházások helyszíneit. Tartsanak velünk! Decemberi beruházási helyszínekre látogatunk el Hárs József polgármester úrral. Itt vagyunk mindjárt a Zöldváros program centrumában. Egy csodálatos játszótér lesz itt kialakítva. Ha mindenek, az akkor az utolsó etapok vannak vissza a beruházásba. Valóban így van, a beruházás a vége felé közeledik, a parki rész az gyakorlatilag már elkészült, most a játszótért kell még befejezni, természetesen mindenki itt van, van, aki átítja a játékokat, ugye ez egy Ilona Malom vállalkozás, aki ezt most itt utolsó simításokat és természetesen utána hozza a játékokat és helyre teszi, de még van tereprendezés, van még térburkolat készítés, tehát azért még akad vissza a munka. Szerettük volna, hogy az idén készen legyen, de hát valószínű, hogy csúszások vannak, és ezért ez következő évre fog átcsúszni. Nagyon sok térelem már itt van, de ha minden igaz, még érkeznek is játékok, mégpedig felnőtteknek is. Így igaz, mert ugye ez nem csak gyerekeknek készül, hanem ez felnőtteknek is. Lesz külön felnőtteknek egy ilyen kis erősítő, mozgássegítő, illetve van még egy olyan 30x15-ös pályánk itt, amely megnyertünk sikeresen, és ennek a elkészültét a következő éve első felébe várjuk. Tehát igazából folyamatosan épül ez a játszótér, de szeretnénk átadni. Igaz, hogy most nem is tudjuk átadni, mert ugye a vírus miatt a játszóterek le vannak zárva, de azért szeretnénk mindenelőbb végezni a beruházással. Hát akik nagy nyertesei lesznek ennek a játszótérnek, ez az óvoda és az ott lévők és óvodások, hiszen itt vannak a szomszédban. Nem véletlen, hogy ide készítettük ezt a játszóteret, de természetesen ez egy nyitott játszótér, meg most már lassan készül a díszbejárat a park felé, stb. És úgy gondoljuk, hogy hát igazán, mikor kizöldül minden, hisz ugye éten nagyon sok növény is lesz még telepítve, van egy öntözőrendszer kiépítve hozzá, stb. Tehát igazából ez akkor lesz kész, amikor majd megjön a tavasz és megújul a természet és kizöldül itt minden, akkor lesz ez igazán, és talán akkor is tudjuk igazán befejezni az összes járulékos munkát is. Érzékeltessük a kedves nézőkkel, hogy milyen nehézségekkel kell megbírkozni, az időjárást is ideértve. Hát a beszerzések nem mennek olyan könnyen, mondjuk így a díszkövek tekintetében sem. Hát nagyon érdekes, ugye nagyon sok minden megváltozott, most ráfoghatjuk a koronavírusra, meg a gazdaságnak a jelenlegi helyzetére, de hát nem ehhez voltunk szokva, megrendeljük az anyagot, és 3 hónap alatt nem jön meg, és most is Székesfehérvárra megyünk el azokért a burkolókövekért, amelyeket már itten augusztusra vártunk, de hát mindenképpen most el akarjuk hozni, most ott van készleten, úgyhogy hogy lehessen beépíteni, és hát természetesen mindenre kellett egy picit várni. Látszott azért, hogy ez a vírushelyzet azért visszafogta. Mindig betegek az emberek, nem tudták teljesíteni határidőket, nem készült el, nem érkezett meg, stb. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy ilyen év volt, és ez majdnem minden beruházásnál tapasztalható. Türelem rózsát terem, szép lesz a elkésző? Én úgy gondolom, hogy szép lesz, természetesen még nagyon sok apró munka lesz, mert igazából ezt úgy szeretném megcsinálni, hogy tényleg a kerítés mindenhol ki legyen fugázva, a tetején minden helyére kerüljön. Tehát van még azért nagyon sok apróság, én úgy gondolom, hogy nagyon szép lesz, és végre lesz egy olyan játszótér, amit bízom benne, hogy mindenki örülni fog neki. Mindig nagy öröm, ha megújul a településen belül egy régi épület. Hát azt hiszem, hogy ez a Rákóczi út 15 mind külsejében, mind belsejében szinte vadonatúj lett. Vadonatúj lett, megpróbáltuk azt az állapotot helyreállítani, ahogyan ez beelkészült. Ugye ez az épület 1907-ben készült, és hát gyakorlatilag teljesen abban a formájában van, azok a nyílászárók vannak, azok a falelosztások vannak, tehát semmi nem történt az elmúlt 120 évvel, 115 év alatt. Megpróbáltuk helyreállítani. Természetesen az épület az viszonylag jó alapokra épült, de a vályog volt, a vályog szétmállott. Tehát nagyon komoly statikai gondjai is voltak az épületnek, de most ugyanúgy áll valóban, ahogyan elkészült 115 évvel ezelőtt. Milyen különleges munkálatokat kellett lefolytatni? Úgy tudom, hogy a tető szerkezethez is már úgy lehetett csak hozzányúlni, hogy nem volt szinte szakember, aki ezt elvégezze. Hát a dolog nagyon bonyolult, ugye pályáztunk, ugye népi építészeti értékek megőrzésére, és hát ugye ugyanazt a technológiát kellett, ahogyan ez elkészült. Nagyon érdekes, födémet kellett javítanunk több helyen is, és viklis födém. Nem is tudnak viklis födémet már készíteni, kijavítani még bonyolultabb volt. Természetesen meg kellett tartani bizonyos dolgokat, hogy
például a tetőszerkezetén nem volt szabad fóliát föltenni, mert az akkor nem volt divat, de viszont az új tetőfát le kellett gombamentesíteni az egész tetőszerkezetet. Szóval vannak azért ellentmondások ebben, tehát gyakorlatilag ez hosszú időszakra készült el, most úgy gondolom ez a felújítás. Megpróbáltuk még egyszer helyreállítani, természetesen a vályokat, vályoggal falasztuk a sárvakolatokat, azaz sárvakolattal kellett kijavítani, és meg kellett mindent ugyanúgy csinálni, ahogyan régen, amikor ezt készítették az épületet, megpróbálták helyre tenni, hajópadlót homokba kellett tenni, stb. Tehát, és ugye most elkészül a szép szobának a festése, ahol sikerült foszlányokat találnunk abból, hogy mi volt. Ezt ugye a restaurátor lekaparta, stb. És most gyakorlatilag az eredeti szépségében fog helyreállni. Nézzük, hogy milyen funkciót kap az épület, ha minden igaz, akkor a német önkormányzat álmodott meg ide valamit ebbe az épületbe. Így van, tehát egy tájházat akarnak itt berendezni, tehát mi megfelújítottuk az épületet, innentől kezdve átadjuk a feladat már az övék. Természetesen még van az udvarban nekünk is, meg akarunk egy górét, egy melléképületet helyreállítani, ami még ott hátul rendben van, egy tereprendezés, de maga az egész épületnek a berendezése, majd az udvar berendezése, minden egyebe, az már a német önkormányzatnak a feladata lesz. Ők ezt szívesen vállalták, örülnek is ennek a lehetőségnek, és természetesen megpróbálnak egy igazi 115 évvel ezelőtti házat berendezni az akkori felszereltséggel, és bemutatni azt, hogy hogy éltek az őseink, milyenek voltak az akkori lehetőségek és szokások, és miután ugye szemben van az iskolával szinte, ez része lesz az iskolai oktatásnak is. Beruházási körképünk utolsó helyszíne az ipari parkban van, és egy olyan csarnokban állunk, egy olyan bővítménybe pontosabban, ami még az első között épült, és ehhez lett most hozzáépítve. Így igaz, az első két csarnok, amit az önkormányzat az ipari parkba saját beruházásba készített, ezeket a csarnokokat megbővítettük, egyikét már megbővítettük jó pár évvel ezelőtt, és most az új bérlőnek további helyre volt szüksége, úgyhogy a meglévő csarnokot több mint 600 négyzetméter területen megbővítettük, és ugye illeszkedve a régi épülethez, azzal a technológiával, amivel ez készült, tehát természetesen vasbetonvázas, darúzható csarnok és falazott szerkezetű, vakolni, stb. Tehát azért kicsit bonyolultabb volt az építése, de gyakorlatilag már a építőmesteri munkával lassacskán elkészülnek, el is indult a műszaki átadás. Általában hogy történik egy ilyen igénybejelentése? Jelzi a bérlő, hogy szeretne egy bővítést, mert hogy nem funkciójában kinőtte már a csarnokot, és ilyenkor az önkormányzat megnézi, milyen forrás talál hozzá? Hát igen, első az, hogy milyenek a bérlő igények, és a bérlőnek a igényeit lehet-e teljesíteni. Itt jelezte, hogy ugyan bérel tőlünk már még egy csarnokot, ugye két csarnokot bérel, ez sem elég a elképzeléseihez, és hála Istennek fejleszteni akarra, új technológiához, új berendezésekhez helyiség kellene, és akkor az ember megpróbálja hozzáigazítani, és akkor úgy építjük meg ezt a csarnokot, hogy a bérlő igényeinek, tehát megfelelő aknákkal, technológiával, szennyvíz csatlakozásokkal, elektromos csatlakozásokkal, az önkormányzat megépíti az épületet, és a technológia utána a bérlő feladata, annak a beépítése és annak a beszerzése. Polgármester, most így utólag végszámolja azokat a csarnokokat, amelyeket az önkormányzat épített, hánynál tartanak? 13 csarnokot építettünk eddig. Én úgy gondolom, hogy ez jó volt, mert mindegyik csarnokban, hál' Istennek, bérlő van, mindegyik bérlő folyamatosan próbál fejleszteni. Ugyanez az év, ez természetesen márciustól eléggé érdekes volt, hisz azért minden vállalkozásnak visszaesett a piaca, mindenki visszafejlesztett, mindenki csökkentett munkaidőben próbált. De most úgy látom, hogy itt a második hullám ide-oda gyakorlatilag fejlesztések indultak el, mindenhol bővítések vannak, és mindenki próbálja valamennyire ezt a évet gazdaságilag helyrehozni, tehát úgy gondolom, hogy mégis mindegyik sikeres, hisz mindegyik építmény, mindegyik kiadandó csarnok működőképes, és mindenhol bérlő van, és ebben az évben két helyen is volt még olyan átalakítás, hogy azért kellett, mert fejlesztettek, új gépek jöttek, technológiák jöttek, át kellett alakítani a csarnokot, illetve hát ez egyik csarnokot, szintén egy bővítést igénybe vettek, tehát én úgy gondolom, hogy sikerült átvészelni, és jól sikerült átvészelni ezt az évet, ez a csarnok pedig gyakorlatilag egy plusz hozzá, aki már nagyon várja, hogy januárban itt tudja telepíteni a technológiáját. Összességében így a három helyszínt újra átgondolva, büszke arra, hogy ebben az évben és így az utolsó etapban, az utolsó hónapban is ennyi beruházás folyik?
Hát december végére terveztük a beruházásokat, természetesen nagyon örülünk annak, hogy mégis sikerült befejezni. Azért az egész év az egy kicsikét visszafogott év volt, ugye kivitelező kapacitásban is egy visszafogott év volt, de hát úgy gondolom, mindegyik beruházásunk ütem szerint készült, és talán egyik sem szenvedett késedelmet. Egy pici csúszás azért úgy érzem mindenhol volt, régebben ez flottabbul ment, de gyakorlatilag, hála Istennek, minden olyan igényt ki tudunk elégíteni, igazából itt a bérlőkre gondolok, amely azért volt, hogy az ipari parkban, annak ellenére, hogy természetesen csökkent a dolgozói létszám, mégiscsak egy egész magas termelési értéket tudnak elérni a cégek, majdnem minden céget megkerestem, és tudom azt, hogy nehéz év áll mögöttük, de mindenki próbálja újra fölvenni a fordulatot, és bízom benne, hogy a következő év sikeresen fog startolni, és utána nem lesznek ilyen problémák, mint az idejében. Advent üzenetét fürkészve a pécsi egyházmegye főpásztorához látogatunk el műsorunk folytatásában. Dr. Udvardi György érsekatyával Koller Zoltán szerkesztőnk beszélget. Pécsi püspöki palotába köszöntöm a kedves nézőket, advent jegyében beszélgetünk dr. Udvardi György veszprémi érsekkel, pécsi apostoli kormányzóval, akit nagyon nagy tisztelettel köszöntök a nézők nevében is. Köszönöm, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Adventus Domini, az Úr eljövetele, készülünk a nagy ünnepre, Jézus Krisztus születésére, a lelkünk megtisztul egy ilyenkor, és hát elcsendesülünk. Nagy ajándéka az egyháznak az, hogy vezet bennünket Jézus életének misztériumainak a szemlélésében. Ez részben teológiai tartalmú élmény, részben pedig olyan élmény, ami átjárja mindennapjainkat. Hiszen a hitünk, ami értelmes hit, ami megismerhető, ami az emberi élet egészét átjárja, meghatározza, egy kultúrát teremt. És a kultúrának a mindennapi szövedékei pedig hát segítenek bennünket abban, hogy mind a hitünkben, mind a mindennapjainkban figyeljünk arra a Krisztusra, aki belép az életünkbe. Ez megkívánja természetesen az elcsendesedést is. Ennek megvannak a kialakult vallásos hagyományi elemei is, amely gyermekkorunkban volt erős, vagy ott ismertük meg. És megvannak a kulturális vonatkozásai is, amelyek hát napról napra alakulnak, változnak. Sokszor segítik, hogy figyeljünk az Úrra, sokszor inkább akadályt jelentenek, elfedik annak a hozzánk érkező Istennek az arcát, akire valójában figyelni szeretnénk. Érdekes gondolat ez a gyermeki elcsendesülés, hiszen a gyermeki szeretet az Úr várása, a Krisztus érkezésének a várása a legőszintébb érzés. Még emlékszünk rá, hogy milyen volt akkor, amikor rápillantottunk akár a betlehemi jászóra, vagy akár a fenyőfára, az ottani betlehemi csillagra, és valahol ezt az érzést kéne újra-újra átélnünk ebbe a zajos világban. Jézus biztat bennünket arra, legyetek olyanok, mint a gyermekek. Mit ért ezen? Hogy bízzunk olyan önfeledten az Istennek a jóságában, gondviselésében, törődésével, oltalmával, mint ahogyan a gyermek. A gyermek számára nem kérdés, hogy a szülő jó, hogy a szülő szereti, a szülő érte dolgozik, hogy mindent megteremt. Éppen ezért a gyermek sok esetben isteni tulajdonságokkal ruházza fel a szüleit. Mert apa gondoskodó, anya mindig szeret, mert törődnek velem, mert javamat akarják. És Jézus, amikor azt mondja, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek, akkor azt kéri, hogy legyünk olyan nagy bizalommal az Istenre, az atyára hagyatkozók, mint ahogy a gyermek ezt megteszi a szüleivel kapcsolatban. És emiatt a bizalom miatt van a gyermekben az az őszinte rácsodálkozás, felismerés egy-egy ünnepben, egy-egy szép eseményben, egy ajándékban, egy meglepetésben, mert számára ez mind-mind azt bontja ki, hogy az apa szeret, az anya szeret, és hogy ők milyenek. Ugyanígy fedezzük fel Jézusban, az isteni ajándékban az atyának ezt a nagy irgalmát. Rácsodálkozunk,
rányílik a lelkünk. Sokszor azt ismerjük fel, hogy persze, hát ezután vágyakoztam, csak nem tudtam megfogalmazni. És ott van bennünk ez a vágy, és milyen jó, hogy az Úr nem hagyja betöltetlenül a mi vágyainkat. Érsek, hogyha beszélünk egy kicsit a szimbolikáról, az adventi gyertyákról, hit, remény, öröm, szeretet, négy olyan üzenet, amely gyakorlatilag az életünket szebbé, harmonikussá, Krisztusivá teszi. Valóban ez a négy gyertya a fényével átjárhatja a lelkünket? Ugye a hit, remény, szeretet, ezekről úgy beszélünk, mint isteni erényekről. Isten ajándékozza mindannyiunk számára, hogy a reményünk az mindig túlmutasson a mindennapi élet eseményein. A reményünk, ami az üdvösségre szól. A reménységünket valljuk meg a hitünkkel, amikor a hitünkben minden nap döntünk újból és újból az Isten jósága mellett, és emiatt a döntések miatt merjük a szeretet cselekedeteit gyakorolni, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit és egyéb más cselekedeteket is. És az adventi készületben ezen isteni erények segítségével szeretnénk az életünket is megújítani és átrendezni. Adventi idő az valójában készületnek az ideje, a bűnbánat inkább a nagybőjti időben emelkedik ki, a készület pedig azt jelenti, hogy készülünk annak az érkezésére, aki jön hozzánk, aki biztos, hogy érkezik, biztos, hogy belép az életembe. És talán most ennek a karácsonynak, az előttünk álló karácsonynak különösen is erősíteni kell bennünket abban, hogy az Úr érkezik, ez biztos. Az Úr benne van az ember életében, ez biztos. Nem csak akkor, amikor úgy gondolom, hogy tudom irányítani az életemet, amikor olyan körülményeket teremtek magam és szeretteim számára, ami kényelmes, ami jó, ami biztonságos, ilyenkor talán könnyebb fölismerni Istennek a gondviselését, de az Isten akkor is jön, akkor is ott van, amikor ez nincs. És az emberiség nagyon nagy része sok-sok lételemét éli meg úgy, mint hiányt, vagy éppen tényleges szegénységben, vagy éppen szabadságának az elvesztésében él, és nem lehet mondani, hogy feléjük az Isten meggyengült volna az ő szeretetében. Nem lehet azt mondani, hogy csak annak a polgári értelemben vett jó életet élő embernek az életében van jelen, akinek van munkája, tisztes körülményei vannak, vannak barátai, vannak lehetőségei. Éppen, hogy mindenkihez jön Isten, éppen, hogy az embernek az igazi szegénységét vállalja. Most talán kicsit túlzóan is beszélünk arról, milyen lesz az idei karácsonyunk, mert hogy sok mindent véletlenül nem tudunk abban a formában tenni, ahogy szoktuk, vagy hogy szeretnénk, vagy hogy számunkra ez az ünnepet jelenti. Ez valószínűleg így lesz. Valószínűleg ez azért nehézséget is jelenthet. De óriási lehetőség. Arra tudok gondolni, aki érkezik hozzám. Arra tudok gondolni, hogy az életem milyen elvek alapján rendeződik. Mi a rendező elve a mindennapi döntéseimnek? És hát ennek alapja a négy alapértéknek a megvizsgálása saját magunkban. Gondolok a bölcsességre, az igazságosságra, a belső erőre, és persze a mértékletességre. Lehet a léleknek a működése alapján megvizsgálni magunkat, lehet az adventi időnek az egyes fázisai alapján, lehet az előbb említett isteni erények alapján megvizsgálni az életünket, lehet a szentírási szakaszoknak a magunk elé állításával, ahogyan most az egyházmegyében, a Székesegyházban reggelről reggelre történik, a római levélnek egy passzusát követjük. És ez óriási ajándékokat tár fel előttünk, hitünkkel kapcsolatban, a mindennapi döntéseinkkel kapcsolatban, és persze azzal kapcsolatban is, hogy ebben a megváltozni látszó világunkban mi alapján hozzuk meg a döntéseinket.
Beszéljünk egy kicsit erről a megbocsájtásról. Egyrészt saját magunk lelki békéje végett is, tehát magunkkal szembeni megbocsájtásról, és hát másokkal szembeni megbocsájtásról. Ez óriási lelki erő kell, de azt hiszem, hogy ez a boldogságunk egyik alapja, hogy az a lelki harmónia megteremtődik. Jézus kiemelt tanításai között látjuk az irgalmasságról és különösen a megbocsátásról szóló tanítást. A hegyi beszédnek is kiemelt pontján beszél Jézus ismét erről a tanításról, sőt parancsba adja a tanítványoknak, az őt követőknek, úgyhogy még a tanítványok szeretnék is tisztázni, hogy hányszor, egyszer, kétszer, többször. Kétszer vagy 77. És Jézusnak a válasza az 70, nem egyszer, nem kétszer, mindig meg kell bocsátani, és ez bizony egy óriási feladat mindannyiunk számára. Miért is? Azért, mert meghaladja erőinket. Azért, mert a megbocsátásban mi emberi megfontolásból mindig a sérelmeket, igazságot, igazságosságot vesszük elő, és ez alapján akarunk valamilyen eredményre jutni. És Jézus a megbocsátásban azt mondja, hogy ez más, ez az Istennek a logikája. Amikor nem fedem el az igazságot, nem tagadom el az igazságot, hanem egyszerűen Istennek az újjáteremtő erejével együtt tudunk túllépni az okozott sérelmeken. És jóvá tenni azokat, mert ez is fontos. Amikor képes vagyok és akarok Jézus tanítása nyomán megbocsátani, akkor a másik számára életet ajándékozok. Amikor valaki nekem megbocsát, akkor az élettel ajándékoz meg. Miért? Mert a sebekben, sérülésekben, küzdelmekben a bizalom sérül meg. És a bizalmat, ha én a másik embert megbántom, én nem tudom helyreállítani. Csak azt tudja helyreállítani, akit megbántottam. És ezért a megbocsátás, a bocsánatkérés az életet teremti újjá. Ez az Istennek a gesztusa. Ezért van szükségünk erre, és ezért nem tudjuk pusztán emberi erővel megtenni ezt. Karácsony eljövetelével, a Krisztus születésével gyakorlatilag a fény kigyúl, és egy iránytűt kapunk az életünkben. A Szentlélek mennyire lehet segítségünkre a mindennapokra, hogy a helyes irányt megtaláljuk? Szentlélekkel kapcsolatban beszélünk úgy, mint az Atya-Fiú lelke, beszélünk úgy, mint akit megkapunk a keresztségünkkor, és beszélünk úgy is, mint akinek az adományait, ajándékait felfedezzük az életünkben. És olykor beszélünk úgy is a Szentlélekről, mint egy rajtunk kívülálló, kívülélő valaki, isteni erő, akit kívülről kell behívni az életünkbe. Tehát nem így van. Isten Szentlelke bennünk van. Valójában Isten Szentlelke azt kéri tőlünk, hogy engedjük át az életünk irányítását. Engedjük, hogy szabadon teret nyerjen az életünkben, és akkor ő fog irányítani, ő inspirál, ő adja az ötletet, ő adja a bátorságot, ő adja a gyógyulást, ő adja a lendületet, ő adja vissza lelkünk ifjúságát, vagy ő ad bátorságot éppen a megbocsátásnak a kezdeményezéséhez. Isteni erővel van bennünk. Olykor inkább csak a szelídségét fedezzük fel, hiszen Isten sosem erőszakos, sosem kényszerít, mindig meghív, mindig fölkínál. És sokszor egy piciny fénysugár a sötétben, az sokkal nagyobb biztonságot, sokkal nagyobb távlatot ad, mint amikor egy ragyogóan kivilágított teremben ülünk. Látjuk ugyan a teremnek a berendezéseit, eligazodunk ezen térben, de igazi távlat akkor nyílik meg, amikor egy piciny fénylőpont irányítja az életünket. Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék, amit kaphatunk karácsonyra? Krisztus az Isten fia, az ember üdvözítője, az Atya szeretetének a bemutatója, és a mi emberségünk méltóságának a gyógyítója is a legnagyobb ajándék. Nincs más, nem lehet nagyobb, nem lehet más, nem várhatunk nagyobb üdvözítőt, megváltót, de egyre jobban megismerhetjük, és egyre jobban szerethetjük őt. Ejtsünk szót a lelki pásztorról. Az egyházmegye az ön személyében éveken keresztül egy nagyon felkészült
harmonikus, szerethető püspököt kapott, és hát a történelem úgy hozta, hogy új szolgálatot fog ellátni a következő időszakban. Eddig párhuzamosan ment a veszprémi érsekség irányítása és a pécsi püspökségé. Hogy értékelhetjük a Pécset eltöltött éveket? Az ön lelkében hogy áll ez a mérleg? Én bennem nagyon nagy hála van, és nagyon nagy köszönet azért, hogy az egyházam ide helyezett főpásztornak, és hát nyilván az elmúlt hónapokban számtalanszor sorra vettem, hogy mi mindenért vagyok hálás, mi mindenért akarok köszönetet mondani. Számtalan területet tudnék említeni, akár az atyákkal kapcsolatban, akár az oktatási intézményekkel, katekétákkal, de akár a közélet kultúra embereivel való kapcsolatban. De ugyanígy, amikor a szegény vagy a hátrányos helyzetű emberekkel volt mód, vagy személyesen, vagy munkatársaimon keresztül találkozni, ezek meghatározó élmények. Nagyon hálás vagyok, hogy majdnem 10 évig itt szolgálhattam. Gyönyörű az egyházmegye, gyönyörű a város. Nagyon jó emberekkel találkoztam, nagyon jó munkatársakat leltem föl, és a Szentatyának, Ferenc pápának a döntése ebben a helyzetben érintett, és mivel az ő döntése egészen bizonyos, hogy az Istennek az akaratát jeleníti meg számomra, ezért, mint ahogy akkor mondtam is, készséges akarattal fogadtam el veszprémi főegyházmegye irányítását, és egy nagy hála van szívemben, hogy itt lehettem, és itt nincs ebben kettősség, mert a Jóistenben az előbb és az utóbb, az együtt megtapasztalás, az mindig együtt értelmezhető, úgyhogy nagy köszönet és nagy hála van a szívemben, hogy itt lehettem. És hogyha legyen kedves megengedni nekünk, hogy mi is megköszönjük a hosszú évek együttműködő munkáját. Azt hiszem valamennyi médium kedvező fogadtatása találta a püspöki palotában, hányszor ideérkeztünk, ő mindig készséges volt és megosztotta velünk gondolatait. Mi is búcsúzunk öntől, nagyon sok sikert kívánunk a veszprémi érsekség élén, és hát visszavárjuk, amikor csak ideje, energiája engedi, akkor látogasson el hozzánk Baranyába, mert itt mindig szeretetre fog találni. Nagyon köszönöm, és valóban nagyon jó volt az együttműködés önnel, az ön stábjával is. Nagyon hálás is vagyok ezért, és azért, hogy nagyon sok emberhez az önök szolgálatán keresztül, kérdéseken, műsorokon keresztül juthatott el az evangélium üzenete, reményeim szerint érthető, közérthető és hatékony módon. Ezt nagyon köszönöm, és sok áldást kívánok a szolgálatukhoz. Áldott békés karácsonyt kívánok mindannyiunknak, dicsértessék a Jézus. Mindenki ember. Erzsébet polgármestere Horváth János lesz már is televíziós stúdiónk vendége. Maradjanak velünk! Kedves nézők, nem árulok el nagy titkot, de így egymás között beszéljünk csak róla, hogy az erzsébeti Mikulás a vendégünk. Itt van nálam Horváth János polgármester úr, aki mindig vállalkozik erre a csodálatos szerepre. Üdvözlöm polgármester urat! Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Hát most nem tudom, a gyerekeknek nem áruljuk el, hogy igazából a gyerekeknek azt szoktam mondani, hogy a Mikulás az mindig az, akit nagyon szeretnek és nagyon várnak, és azért látják bennem az erzsébeti gyerekek, azért látják bennem mindig, hogy én vagyok a Mikulás, mert engem szeretnek és engem várnak. Tehát igen, ez most már évről évre megtartjuk ezt a kis Mikulás ünnepséget. Az első időszakban akkor házhoz ment a Mikulás. Épp tegnap meséltem, hogy volt, amikor zsiguli csomagtartóba ülve, mert esett az eső, volt, amikor utánfutót befóliáztunk, és de azon mindig ülve. Meg lett oldva, mindig ugye ez a probléma és kihívás. Igen. Mit visz a Mikulás? Hát a Német Nemzetiségi Önkormányzat kisebbség támogatja ezeket a rendezvényeket, meg az Erzsébet Községért Alapítvány és a falu is. Hát egy kis csomagot, virgácsot, azt mindenféleképpen kapnak a gyerekek, és szerintem jó hangulatot is. De szerintem jók az erzsébeti gyerekek, nem kell nekik a virgács. Nem, ez csak jelkép, én azt hiszem az erzsébeti gyerekeknek a virgács, ez pusztán csak jelkép. Visszatartó erő, ugye? Igaz. Mit kapnak úgy általában az év 365 napján az erzsébeti gyerekek? Mit tud adni egy kis település a felnövekvő nemzedék számára?
Én azt gondolom, hogy kezdhetjük a, már majdnem óvodát mondtam, amikor eszembe jutott, hogy az idei évben nyertünk egy bölcsőde épületnek a megvalósítást 80 milliós költségvetéssel. Tehát már a bölcsődétől kezdünk odafigyelni a fiataljainkra, hogy maradjon helybe, hogy ott nőjön föl, hogy ott szocializálódjon, majd később a gyerekeknek a, az óvodai helyben lévő története is ott van. Később a most idei évben készült el egy ifjúsági klub, hát tájház és ifjúsági klub, most azt mondom, hogy a mellékhelyiségei, és később folyamatosan azt gondolom, figyelünk a búsára, figyelünk, hogy úgy és otthon is érezzék magukat. Minden rendezvényt, ami olyan, azt megtartunk, gyereknap, sportnap, tehát igyekszünk. Ez általában békeidőkre vonatkoztatható, hiszen most mindenki egy kicsit vissza van húzódva. Hogy viselik a gyerekek egyébként, hogy most nincsenek ezek a rendezvények, otthon vannak, zárt körben, falun azért ki lehet menni az udvarra, meg lehet szaladgálni, tehát van tér, itt valamennyire oldottabb ez a történet. Ugye? Igen, a mai kor gyereket talán jobban ez a számítógépes történethez szokva, már jobban föltalálja magát akkor, hogyha bent kell lenni, de a falusi gyerekre én azt gondolom, városira is biztos, de jellemzőbb, hogy azért ők még kint vannak délután este, még azért bringáznak, rolleroznak, labdázgatnak, tehát azért nagyobb kint vannak játszótér. Igen, én azt gondolom, hogy ők azért kint töltik még a szabad idejüket a természetbe és a faluba. No és mit kapnak az erzsébetiek, maga a lakosság? Itt járdaépítéstől kezdve kultúrház felújításon át, elég szép a csomag, ugye? Igen, az elmúlt év azt hiszem, hogy szintén egy pozitív és egy sok minden fejlődés és fejlesztés volt a faluban. 15 milliós járda felújítások voltak, járda és útfelújítás a temető felé, és azokat az útszakaszokat, azokat a járdákat próbáljuk, ami tényleg elsődlegesen igazából vagy a bolthoz vezet, vagy az önkormányzathoz, vagy most a vége rossz tehát a temetőhöz. Tehát ezek a járdutak, ugye? A temetőhöz, ahova sokan járnak, igen, ezeket, nap mint nap használnak. Ezek az elsőbséget élvező beruházások. A művelési házunk eddig a Erfó Agórával ezeket a mozgáskorlátozottak, most már Főkefe talán azt hiszem, akik eddig üzemeltették, működtették ott ezt a kis céget a művelési házunkban, hát csúnya szó, de lelakták, tehát ugye rá nem költöttek, tönkrement egy pályázatból sikerült most a tetőszerkezetet, szintén egy 15 milliós, egy boly cég a Cinegeruba, kis reklámot is mondjuk a bolynak, készítette el, most lesz az átadás, az óvoda udvarba a gyerekeknek játékok lettek, homokozó és egyéb eszközök, amik tényleg azt gondolom, hogy otthonos hely szépé teszik a kis. És sok projekt azért jelzi, hogy komoly előkészítő munka folyhat a háttérben. Általában egy ilyen projekttel kapcsolatosan kik rakják össze magát az alapgondolatot és hát a pályázati anyagot, hiszen ezek azért komoly számításokat és előkészületet igényelnek. Én igyekszem mindig demokratikusan hozzáállni a dolgokhoz, tehát a véleményt azt kikérem a falu lakóktól, és várom is, hogy jelezzék, hogy erre volna igény az ott dolgozókkal, az önkormányzatnál és az irodában dolgozókkal, és nem végül, de a testülettel, tehát a testülettel is átbeszélve kérem tőlük, hogy jelezzék azt, hogy mik azok a hiányosságok, és mik azok, amiket ők szeretnének, hogy elsősorban megvalósuljanak, és máshogy, tehát a legvégén az, hogy mikre van, ugye ezek általában állami és uniós pénzek és líderes pénzek, hogy az ember majd a települések pénzéből azokra apróbb beruházásokra futja. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre odafigyelve előre ezeket... Ezek a karbantartási igen, kiadások. Ezeket ugye? Figyelve, ezeket a nagypályázatokat, és megtalálni azt, hogy mire tudjuk ráhúzni, és mi az, ami tényleg lehetővé teszi, hogy ezeket elnyerjük, és hogy meg is valósítsuk. Persze le is kell ezeket vezényelni, le kell menedzselni, és a legfontosabb a végén az elszámolás. Tehát van vele munka jócskán. Igen, de ez azt gondolom, hogy megfelelő hátterünk is van. Nem tudom, hogy ez nem reklám, csak mondom, hogy új jegyzőnk van, dr. Matesz Tíma, visszajött az aljegyzőnk, Földvár Jedit, és én azt gondolom, hogy ilyen jó háttérrel, és egy ilyen, azt mondom, hogy a régiek is jók, de most egy megújuló, fiatal, irodai háttérrel és segítséggel egy picit könnyebb a feladatunk, és működik a történet. Polgármester úr, egy kis településnek mennyire kell lobbizni, akár a forrásokért, akár a lehetőségekért, kell-e tartani országgyűlési képviselővel, vagy a megyei közgyűléssel a kapcsolatot, lehet-e ezekből a kapcsolatokból profitálni? Én azt gondolom, hogy konkrétan úgy, hogy elmegyek, és én ott vagy Erzsébetre, hiszen minden településnek megvan
hogy mit szeretne. Így ilyen nem szokott történni, de nagyon sok segítséget kapunk az országgyűlési képviselőtől. Én azt gondolom, hogy nem olyan túl régen megkeresett bennünket a Dunai Péter, a megyei közgyűlés alelnöke. És igen, és ezekről beszélünk, hogy mikre volna, hogy tudnánk együtt és jobban és közösen együtt dolgozni és együtt működni. Ha nem titok, egy kicsit a kulisszák mögé tekintve, milyen javaslatokkal ért Erzsébet például a megye közgyűlés alelnöke felé? Hát amikor leültünk, hogy az első az volt, hogy mi már találkoztuk és tegeződjük, és nem csodálom, hogy a személy szerint nem pont engem Erzsébetet, tehát ő ez mindenkit nem ismerhet meg, hogy hol és mikor tegeződtünk, hogy tegeződésből már ugye jobban ki tudnak jönni a szavak, hogy mit éreztek és mire gondoltak, amikor elfordultak Pécsváradnál Bencinkút után, és jöttek Erzsébetre. Nem hiszem, hogy pont már Erzsébetről beszélgettek, de mi volt-e valami, ami feltűnt és észrevettek? Hát ugye az út, amit mondta, azt mondta az alelnök úr, hogy életveszélyes az útszakasz. És hát mondom, nagyon örülök, mert én erre szerettem volna rávilágítani, de tényleg, tehát nem volt betanulva, hogy ő ezt mondja, de ezt mondta, hogy életveszélyes az útszakasz. És mondom, más, ami szembetűnő, hogy azt mondta a titkárnőjének, akivel jöttek, hogy ennek az életveszélyes útszakasznak ellenére milyen sokan kerékpároznak és gyalogolnak ezen az útszakaszon. Ugye ez a vírus hozta ki belőlünk emberekből ezt, hogy kell a mozgás, a természetben, kint a szabad levegőn tudjuk igazán még a feszültséget levezetni, egy picit szabadabb történet, és sokan vannak Pécsvárad és Erzsébet közötti. No, ettől életveszélyes ez az útszakasz, ugye? Tehát oda kell, az útminőségtől, inkább nem a sokaságtól, mert ez meg... A kettő úgy kiegészíti egymást ebben a történetben. De hát ugye azért is használják az emberek sportolásra, túrázásra, sétára, gyaloglásra, mert ez egy egyenes, egy nem egy Mecseknádasdon föl, Hóbányán föl, hanem ez egy egyenes útszakasz. És ugye akkor már javaslatként mondtam, hogy egy olyan, hogy két járást köt össze, nem azért, hogy Erzsébet van ott, de igen, büszke vagyok a településemre, és egy pécsváradi járás és egy bói járás, ami egy kerékpárral való összekötése. Milyen nagy történet volna rávezetve mondjuk a Kopácsi rétre, ahol egy nemzetközi, ez a Dunadráva kerékpár útvonal, ezt az egész, meg két nagy, azt gondolom, nagy forgalmút, az M60-as, és a hatos út. Tehát azt mondom, hogy ez egy kapocs, ez az útszakasz. Valamikor itt ki kellett állni, és autót kellett nézni, hogy jön-e, vagy... Tehát nem, volt olyan, amikor mesélik, hogy fogadásból át lehetett menni Pécsvárad és Erzsébet között a hatoson, úgyhogy nem kellett körülnézni, át lehetett menni autómotorra. Ma percenként folyamatosan jönnek-mennek az autók, használjuk ugye az emberek a munkába járásba, a gyerekeket ezen hosszuk visszük iskolába, a falu boltjai ezen kerülnek úgymond föltöltésre, és a mezőgazdasági gépek, amik nem lovas kocsi, voltak már rossz idők, vagy rossz útszakaszok szerintem, de ez most nem azt mondom, hogy a római időt idézi, de nagyon kemények az útszakaszaink. Kicsit beszéljünk erről a vírus helyzetről, és egyáltalán amit hozott, gazdasági válságot, nagyobb munkanélküliséget is, ennek is vannak már jelei. Erzsébet hogy éli meg ezt a nehéz pandémiával tarkított, ha lehet ezt a szót használni, időszakban? Én azt gondolom, itt az ország minden településen ugyanúgy az emberek visszafogottabbak, lelkiekbe egy picit, hogy lehetne ezt fogalmazni? Az emberek, én azt hiszem, a lelkesérült, az embereknek a lelkesérült legjobban. Kicsit bezárkózottabbak az emberek. Olyan, tehát ugye rendezvényeket nem tartunk, az igény megvolna a rendezvényekre, próbáljuk ezeket a jellegzetes dolgokat azért kifelé a faluba, ünnepi hangulat, karácsony, ezt meghozni, de mégse, tehát érződik az embereknek a könyökkel való készfogás, a biccentés, a hello, szevasz, itt vagyok, a fájmasz, az utcán, az időseken. Ami elvárható, de sajnos ez negatív hatásokkal. Igen, az utcán, az idősek, ahogy egymástól tartják a távolságot. És vannak olyan rendezvények, most például a vadászat, ugye, ami engedélyezett, de ott is nem jönnek, nem mennek, nem, mert az, és főleg az idősebbeken érzem. A fiatalok azért azok egy picit lazábban kezelik a történetet, de ugye mindenkinek van szülő, nagyszülő, és odafigyelve. Egy érdekes történet, az óvodák ugye most, hogy kapták a leoltási lehetőséget, hogy állnak itt is a első körbe tesztelés. Igen. Az első körbe
Ezt már mondogatták, hogy hogy nincs, meg miért nincs, meg óvoda. Most ingyenes lehet, Erzsébeti óvoda jelző, hogy őt nem kéri senki, ők nem kérik a dolgozók. Megyek át, hogy hát bocs, de most itt a lehetőség akkor. Tehát az embereket nem, hogy meg kellett győzni, de el kellett magyarázni, hogy hogy állunk szembe majd a 20 gyereknek a szülő elé, hogy hát bocs, nekünk lehetőségünk volt, és mégse kértük ezt a... Ez mindenkinek egy lelki megnyugvásra kér. Én is azt gondolom, és másnap akkor már, amikor úgymond másnap már ketten-hárman kérik, és a legvég akkor mégis mindenki kéri a... De hogy féltek, beérett meg hogy a tévé azt mondta, alatt. Meg a rádióban úgy hallották, az egyiknek, hogy is melyik tévé, mert nem mindegy, hogy melyik tévét is mit hallgatsz, teljesen, de nem politizálunk. Csak én azt gondolom, hogy az emberek ebbe is látszott, hogy egy belső feszültség, egy nem egy jó, hello, elmegyek, megcsinálom, köszi, sziasztok, nincs semmi gond, mert fél attól, hogyha mégis az, akkor bezárják az óvodát, meg akkor nem jöhet a munkahelyre, de mondom, könyörgöm, akkor saját magadat és a környezetedet is veszélyezteted. Mert tényleg, tehát ugye az egészségbe hoztam el 35 évet, és azért látom, hogy vannak olyan betegségek, amik a fiataloknak semmi, és van olyan barátom, aki 80 fölötti, és azt mondja, hogy lányom szintén mentős, és azt mondja, hogy nem is vette volna észre, a lányán keresztül nem tesztelik, vagy hasonló, úgy ment át rajta. De azért, bocs, az, aki éppen bíró doktort láttam itt a televízióban most a mi napok, ő is elmondta, hogy ezek az emberek biztos, hogy betegek, gond, probléma, de nem mindegy. Tehát látjuk itt most, én azt gondolom, ezeket a híresebb embereket, a zenész embereket, akik talán még lett volna 5-10-15 évük, hogyha... Itt óriási az egyén felelősségvállalása, egyrészt, hogy hogy viselkedik ebben az időszakban, betartja a szabályokat, másokkal betartatja. Tehát nyugodtan lehet szólni a másiknak, ha bizonyos szituációban nincs rajta maszk, vagy nem tartja a távolságot. Ezen most senki nem tud megsértődni, legalábbis nem szabadna, hogy megsértődjön. Nem, én azt gondolom, hogy és nem is látom ezt jellemző. Azt látom, hogy igen, elfogadják a kérést, a hivatal ugye egyértelműen az ügyfélfogadás is úgy van, hogy előrejelezve, ha bejön, akkor az emberek nem veszik már zaklatásnak, és nem veszik hercelődésnek, hogy húz föl, meg orrot is takard el, hanem jönnek, és így, és a boltba, hát a kisboltba is olyan automatikus már, hogy látom, hogy lejön a félútig, nálam van tartalék, ha most látják a falu lakók, és hogyha véletlen mennek a bolt fel, és nincs. Tehát megy a boltig, látom, félúton ott van, fordul vissza, Laci bácsi, mi a baj? Otthon maradt a maszk, steril, tudok adni, itt van, tessék, ez az egyszer használatos, ugye nem egy nagy történet. De ide jutott a világ, hogy ezt kell használnunk, és én azt gondolom, az emberek megértették, elfogadják, és a 99%-a, én azt gondolom, hogy ezt ebben él is, és így. Át kell élni, meg kell úszni ezt az időszakot, utána pedig kezdődhet az újra éledése a kis falvaknak, településeknek is. Hát bízunk benne, hogy a munkahelyeket azért az embereknek sikerül megőrizniük, és hát legfontosabb az egészségüket. Gondolom ebbe gondolkodik mindenki, hogy tavasztól talán már a vakcinát követően minden újra élethet. Bízunk benne, igen, hogy az ide jövő vakcina megoldja ezt a problémát, megoldja ezt a feladatot, de rávilágított ez a vírus szerintem egy-két dologra, azért azt, hogy én a mi körzeti orvosunkkal beszélgettem, és azt mondja, hogy mi emberek már azt hittük, hogy mi már überelünk, mi már mindenek fölött vagyunk, és itt egy kis koppintás, hogy bocs, azért nem, azért meg lehet bennünket még szorongatni, tehát még oda kell még figyelni ezekre a dolgokra, hogy nem vagyunk még mindenhatók. Természet meg tud minket is regulázni. Meg tudod bennünket viccelni, ez a vírus, igen, egy picit. Polgármester, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk, szép adventet kívánunk, és hát a karácsony pedig legyen békés, áldott mindenki számára. Köszönöm, én is a hasonlókat kívánok, áldott, békés, boldog karácsony ünnepeket, és egészséget, és vírusmentes 2021-et kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tavasz után az ősz végére is mély válságba került a turisztikai ágazat. Ez vonatkozik Baranya megyére is, ahol elindult egy szakmai összefogás a sikeres jövő érdekében.
Kedves, ezért kijelenthetjük, hogy a turizmus sínylette meg leginkább itt a pandémia időszakát, bár olyan volt ez a történet, mint a Paternoster, hiszen a hazai turizmus az első hullám után kicsit újraélett, előre kapott, ezt követően pedig jött a második hullám, és megint bezárt szinte minden. Schmidt Ferenccel beszélgetünk a téma szakértőjével, aki a Szállodaszövetség regionális elnöke. Üdvözlöm, elnök úr, szervusz! Szia Zoli, jó estét kívánok! Hát, hogyha a Paternosterhez hasonlítom ezt a történetet, akkor ez egy ilyen érzés lehet, ugye, valamennyi résztvevő számára. Igen, és hát nem is gondoltuk volna, tehát, hogy ez terültékből villámcsapás volt, hogy újra le kellett állnunk, és most konkrétan le kellett állnunk. Ugye a március időszakban nem volt kimondva, hogy a szállodáknak mondjuk be kell zárniuk, viszont most, bár fogadhatunk üzleti vendégeket, üzleti turistákat, meg ezek a kevesebbek, ugye? Hát mi két vendégészakát regisztráltunk az elmúlt két hétben, tehát hogy ez nagyon-nagyon picike szegmens, aki mondjuk villanyban lecsapódik, úgy tudom például a pécsi szállodáknál ott ez megvan. Na de ettől függetlenül ez most tényleg egy zárás, szinte egy zárás, és ami óriási dilemmát okoz most a szakmában, több dolog is van, az egyik az, hogy 30, 60 vagy 90 napig zártunk be. Senki nem tudja, és hát ezzel kapcsolatosan viszont rengeteg aggály van, ugye. Nem csak mi, akik a turizmusban dolgozunk, mi nem tudjuk a válaszokat erre, de hát akik bennünket kiszolgálnak. Itt egy csomó szervezet van, aki ehhez kötődik. A bizonytalanságot tovább növeli, hogy jön a karácsony előtti időszak, az advent, és elképzelhető, hogy a kormány egy kicsit lazítani fog, utána pedig, hogyha a számok azt mutatják, újra behúzzák a féket. Ez a két üteműség sem lenne, ugye, nagyon szerencsés. Nem célszerű az én szemszögömből ezt végigvinni, hiszen most van egy hibernált időszak, mindenki megállt. Ha azt mondjuk, hogy 20-ától mondjuk ki lehet újra nyitni, ugye 10-ig kell erre valamilyen választ kapnunk, a két héttel ezelőtt megjelent közlönyrendelete szerint. Ugye február 8-áig meghosszabbították a vészhelyzetet, az ezzel járó összes védekezési mechanizmust is, azzal a kiegészítéssel, hogy december 10-éig ezt lehet módosítani. Most ha nem módosítják, akkor ugye február 8-ig érvényes, akkor tudjuk, hogy legalább 90 nap. Na, de hogyha módosítják december 10-éig, és mondjuk tegyük föl, hogy tényleg karácsonykor fölazítják a szabályokat, és lehet menni éttermekbe, meg szállodákba, hát arra bizony nekünk készülni kellene alapanyagokkal, beszállítóknak ugyanígy kell az alapanyagkészletet valahogyan ütemezni, aztán utána újra megállunk, akkor megint mit csinálunk az alapanyaggal, felhalmozott alapanyagkészlettel, hogy állunk le megint, szóval ez a nyitás-zárás mechanizmus, ez nem jó. Van egy rossz példa itt a Márton nap kapcsán, mi még forgattunk is az első hétvégén, hogy a Márton naphoz közel mindenki be volt tárazva Libaconban mi egymással, és hát az első hétvége még jól is sikerült, és hát utána a második előtt lett a roló lehúzva, tele a hűtő, meg annyi libasággal és finomsággal. Igen, hát nálunk az lesz az érdekes helyzet majd, hogy akkor nyitás után libanapok lesznek hetekig. Ugye mi tudtunk, el tudtunk rakni mindent, amit el lehetett ilyenkor tenni. Tehát le van fogyasztani. Így van, le tudtuk fogyasztani, és akkor majd a nyitásnál valószínűleg az étlapnak a bázisát ezt fogja majd adni. Én kettős érzés van bennem, hogy villány kapcsán, hiszen te is elmondtad, hogy volt időszak, amikor újra lendült minden, gyakorlatilag jöttek a turisták, például Vörösbor napok keretében több ezer ember hömpölygött az utcán, mi magunk is találkoztunk, és hát örömmel konstatáljuk, hogy élet van villányban, ezt követően pedig most az ember végig megy hétköznap vagy hétvégén is az utcákon, üres minden. Nagyon örültünk különben a nyári időszaknak. Én azt gondolom, hogy a turizmus nagyon szép napokat élt meg vidéken. Ugye most azért a vidékről beszélünk koncentráltan turizmus kapcsán. Aranykorát élte, ugye a vidéki mondhatjuk így is különben, tehát hogy nagyon-nagyon komoly vendég számokat produkált a vidék. És ha másra nem, arra biztosan jó volt ez a nyári időszak, hogy megmutassa a vidék, hogy mennyire erős amúgy. És ahogy igazad is van, hát rengetegen jöttek. Ugye az utazás újra szabad volt, ebben a szabadságérzetben azért van egy ilyen nagy, hogy is mondjam, egy boost. Menjünk, utazzunk, most még szabad, vagy már megint szabad utazni, és hát villanytele volt. Amúgy az őszi időszak nekünk ilyenkor a főszezon, tehát ilyenkor november, szeptember, október, novemberben van a legtöbb vendég, és ugye ez most egy pillanat alatt így lezuhant megint nullára, és hát nem is tudjuk, hogy mondjuk mikor éled ez újra, és hogy milyen szabályrendszerek, meg milyen keretrendszerben lehet majd megint utazni. De igazad van, nyáron volt egy óriási felfutás, mindenki nagyon-nagyon, hogy is mondjam, rózsaszín szemüvegen keresztül nézte a világot, optimista lett, aztán most megint egy óriási bezárkózás.
Hogy éli meg maga a szakma, egyáltalán a résztvevők mondjuk villany tekintetében? Te is, ahol dolgozol, van tulajdonos, gyakorlatilag ott vannak a kollégák. Miben maradtatok? Gondolom átbeszéltétek azért a kialakult helyzetet. Persze, és ugye a döntésekben ez a 30-60-90 nap, ez nagyon komoly tényező kellene, hogy legyen. Ugye ha azt mondjuk, hogy 30 napra zárunk, akkor január vagy december 11-én feloldják a vészhelyzetet, arra lehet számítani különben annak okán, hogy nagyságrendileg 1000 szálloda van Magyarországon. Ennek a fele biztosan bezárt. Úgy bezárt, hogy már valószínűleg ki se fog nyitni, vagy majd a jobb időkben, valamikor tavasszal, nyár elején akkor nyit. Tehát egy szűkület lett a kínálatban, és a kereslet az egy viszonylag konstans dolog. Tehát arra lehet majd számítani, hogyha megnyitjuk a szállodát, akkor nagyon-nagyon sokan lesznek. Ennek okán ugye kell a személyzet. Személyzet nélkül, szakképzett személyzet nélkül, aki ott a helyjel kompatibilis. Nem lehet világnak kereszteni. Persze, a kollégát. Ez egy prioritás, legalábbis nálunk abszolút prioritás, hogy tartsuk egyben a csapatot, ameddig csak lehet. És akkor itt jön a kérdés, hogy meddig kell ezt finanszírozni, meg milyen keretek között lehet ezt finanszírozni. Ugye jól hangzik a támogatás, hogy a vendéglátásba be lehet csöpögtetni a béreknek az 50%-át, de erre elég komoly feltételrendszereknek kell megfelelni. Ugyanígy a szálloda esetében ugye azt mondják, hogy 80%-át a kiesett forgalomnak az állam pótolja, kifizeti. Tehát egy nagyon komoly szabályrendszernek kell ez megfelelni, amit meg nem is biztos, hogy mindannyian tudunk teljesíteni. Az én régiómban itt a szállodák 98%-a nem szálloda üzemeltető cégnek a tulajdona, hanem egy cégnek a tulajdona, akinek van mondjuk egy, a jelen esetben, a mi esetünkben egy kereskedelmi főtevékenység, mellette meg van egy szállásodás. Ha itt már azt nézzük, hogy a főtevékenységnek kell, hogy legyen az 55-10-es szállásai szolgáltatásnak, az a feltétel a 80%-os kifizetésnek, akkor már aggályos a dolog, hogy mi ezt meg fogjuk tudni kapni, vagy sem. Hiszen a mi tevékenységünk, főtevékenységünk az bizony a kereskedelem. De nem csak mi vagyunk így, hanem a régiónban tényleg szinte 100%-ban minden szálloda. Tehát támogatás nélkül kell most valahogyan a személyzetet egy helyben tartani, valahogy munkát adni nekik, és valahogy olyan jövőképet adni nekik, hogy ne menjenek el másik területre. De bizony volt, aki elment, és azt kell, hogy mondjuk, hogy aki most például futárnak állt, a mi csapatunkból is többen mentek most a GLS-hez futárnak, ők nyertek valószínűleg. Tehát ez az a szektor, ami nem érzékeny erre. Az most nagyon pezseg. Tehát persze, és szinte ilyen COVID-biztos. Csak ezek a csomagszállító autók haladnak szépen. Hát persze, és hogyha mondjuk Ausztriát követjük, és azt mondjuk, hogy lesz egy lockdown a bevásárló központok meg a nagy üzletházak tekintetében is, mondjuk 10-től, akkor a futárok még jobban fognak járni. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és hogy akkor 30 nap, 60 vagy 90 nap, meddig lehet ezt bírni? Mentálisan is különben, szerintem az egyik legnagyobb feladat az én kollégáim esetében is mentálisan arra bírni őket, hogy tartsanak ki ezt a bizonytalanságot, ezt nagyon nehezen viseljük. Egyébként nem csak a te munkahelyedről, de általában a villányi munkahelyekről beszélünk. Ilyenkor 100%-ban megkapják a bért a kollégák, az ott dolgozók, vagy valamelyest a tulajdonosok lefaragták 70-80%-ra ezt a kifizetést. Nyilván itt minden megoldás van, tehát a nullától a majdnem 100%-ig. Attól függ, hogy mennyire tőkeerős a cég, ugye, és attól függ, hogy ki milyen támogatásokat tud kapni. Ugye abban az esetben, ha valakinek a bevétele, a vendéglátásból származó bevétele megvan 30% az elmúlt 6 hónap tekintetében, ő kap egy 50%-os bértámogatást, vagy kapott novemberben. Tehát ott már akkor egy 50%-os alaptámogatás megvan. Másik véglet, hogyha aki nem kap semmit, nyilván, és olyan sok ilyen szálloda volt, akiről én is tudok, sajnos, nem az én régiómban, de az én régiómban is, de hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban. Amikor azt tudtam mondani, hogy nézzétek, be kellett, hogy zárjunk, a mi profilunk nem üzleti szálloda, nem üzleti utazókat várunk, el kell, hogy menjetek, nem tudok benneteket tovább tartani. És akkor majd lesz, ami lesz márciusban, áprilisban, akkor újra lehet nyitni. Nyilván, aki meg nagyon-nagyon tőkeerős, az megpróbál minél magasabb bért adni, pont ezért, hogy ott tartsa valahogy a dolgozókat, plusz azért, hogy ne menjen el ugye valaki futárnak, ami most azért nagyon-nagyon vonzó, tényleg nagyon vonzó munkakör lett. Beszéljünk egy jelenségről, amit már lehet hallani előre, és akár ez egy vízű is lehet, amint felszáll a füst itt a világba, újraindul a turizmus, ezt vegyük egy ilyen optimális forgatókönyvnek. Lehet hallani már, hogy utazási irodák, akár repülős cégek, tehát repültető cégek előre vetítik azt, hogy oltási bizonyítvány nélkül bizony nem szállhat föl senki a repülőre, és hát lesznek olyan külföldi szállodák is, és talán idehaza is, hogy szintén
oltási bizonyítvány nélkül nem biztos, hogy fogadnak vendégeket. Lehet ez egy reális kép? Abszolút. Tehát az újraindulásnak szerintem az egyik záloga ez lesz, az oltási bizonyítvány. Úgy olvastam, hogy a Kanári-szigeteken például ott csak úgy fogadnak vendéget. Tehát oltási bizonyítvánnyal mehetsz be egy szálláshelyre, úgy tudsz szállást foglalni, különben nem. Utazásirodáknak a beszámolóiban olvastam, hogy sok repülőtársaság engedi csak így föl az utasokat, sőt maga tesztel ott a helyszínen. Tehát másképp nem szállhat föl repülőre úgy turista, hogy ne lenne egy negatív gyors tesztje ott a helyszínen. Ez abszolút benne van, tehát ezzel a vírussal én most úgy látom, hogy meg kell tanulnunk valahogy együtt élni ezzel a helyzettel. Át fog ez menni, tehát hogy ezt nem, nincs más opciónk, ezért ezt meg fogjuk ugrani. Az a kérdés, hogy hogyan tudunk rugalmasan ehhez igazodni. Nem csak mi szállásadók, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a turizmusban ugye legalább két résztvevő van. Egyrészt a szolgáltató, aki valamilyen szolgáltatást biztosít, másrészt pedig az utas, aki ezt igénybe veszi, ugye a vendég, aki ezt igénybe veszi. Tehát mind a kettőnknek az igényeit, mondjuk úgy, hogy jogosultságainkat és követelményeket mind a kettőnknek hozzá kell igazítani a helyzethez. Ez a rugalmasság vagy rugalmatlanság, ez fogja meghatározni szerintem a sikerességét a turizmusnak, de ez egy abszolút releváns jövőkép, hogy teszttel lehet bejönni a szállodába. Hát sok ilyen láttam az első hullámban olyan kapukat, amik hőkapuk. Ugye a szállodába úgy lehetett belépni, hogy valaki a hőkapon keresztül sétált, akinek magas volt a hőmérséklete, testhőmérséklete, azt meg nyilván a szálloda saját jogosultságában eldöntötte, nyilván megfelelő jogi háttérrel megtámogatva, hogy befogadja vendégként vagy sem. Szép új világ, mondhatnánk rá, de realitása van ennek a dolognak. Mint hogy annak is, hogyha újra éled a történet, akkor minél hatékonyabbnak kell lenni, hiszen akkor a verseny is újra kezdődik a turistákért, helyben és a világban egyaránt. És hát az összefogás csirái elindultak Baranya megyében is. Egy olyan konferencián vettünk részt, nem is olyan rég, hogy te magad is előadó voltál, ahol kiváló szakemberek jelentették meg, hogy egy kasztelszerű valami elkezdődött itt Baranya. Igen, ugye Lokodi Ákos és Komács Dezső, hát azt kell, hogy mondjam gyakorlatilag, hogy bábáskodása mellett megszületett az a törekvés, hogy Baranya legyen Európa gasztrokulturális régiója a jövőben, és hát ennek kapcsán én azt látom, hogy egy olyan összefogás bontakozik ki, ami korábban talán nem volt, ugye ez. Szoktuk ott mérni az Európa 2010, ugye Pécs kulturális fővárosa címhez. Ez annál egy picikét azért diverzebb, és nem csak gasztronómiával, hanem kultúrával együtt érvényes ez a cím. Ennek kapcsán ugye most már sok-sok konferencia meg előadás volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy talán jó úton halad ez a kezdeményezés. Persze most ez is hibernálva van egy darabig, illetve hát alacsony kis lángon pislákol a történet. Látsz ebben racionalitást? Persze, tehát olyan, hogy én ott az előadás kapcsán is elmondtam, hogy én abban hiszek, hogyha a közösségek valamilyen utómódon azért meg tudnak jelenni, olyan közösségekre gondolok, akik mondjuk szervezetek, akik nem tudnak nagyságuknál, tőkerejüknél fogva megjelenni egy közös platformon, minőségben, mondjuk egy európai szinten. Ez a szervezet, ez a szerveződés össze fogja tudni fogni, és be tudja mutatni. Hát rengeteg nagyon jó szolgáltató van. Ugye akik mi a turizmusban, mondom úgy, hogy úgy dolgozunk, hogy ismerjük a szolgáltatókat, a picitől a nagyig. Ez nekünk egy óriási segítség egyrészt, mert pontosan tudjuk, hogy mondjuk a megfelelő igényekre milyen válaszokat tudunk adni rajtuk keresztül. De ugye azért, mert ha valaki családi vállalkozásban üzemeltet, mondjuk legyen egy sajtmanufaktúra, és nem tud milliókat költeni a marketingre, viszont a terméke rendkívül erős, akkor pontosan ez a szervezet ezt föl fogja tudni eszkarolni, és oda meg fogja tudni mutatni Európának, hogy hát nálunk ilyen is van. Tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mindenképpen van helye. Milyen hívó szavai lehetnek Baranyának? Miben vagyunk mi erősek? Ugye nagyjából ez az egyik alapfő kérdés, hogy mi az, amiben Baranya mindenképpen erős. Ugye itt elhangzottak olyan hívószavak, hogy a sokszínűség, és mondjuk így vetítsük ezt a nemzetiségi sokszínűségre. Én azt gondolom, hogy ez abszolút az a hívószó, amivel amúgy a turizmust is mozgatni lehet, hogy az autentikusság az egyre inkább erősödik, mint hívószó a kommerszel, a tömegessel szemben. És Baranya ebben bizony nagyon erős. Ha nézzük, hogy van egy sokac kisebbség, ugye ott Mohácson, akiket mindig szoktunk emlegetni, mert hogy ők nagyon aktívak és nagyon meg tudják mutatni magukat a nagyvilág számára, akár a busójáráson, a dunai mosáson, a főzésen, bafőzőn keresztül. Azért van is sváb közösség, van itt cigány közösség,
Mindegyiknek van egy kultúrája, amit érdemes megmutatni, és ehhez tartozó gasztronómia. És ez a szerveződés, ez gyakorlatilag szeretné ezt összefogni, és ezeket a hívószavakat megmutatni a világnak. És én azt gondolom, hogy Baranyelben rendkívül erős. Mellesleg, ugye meg természeti adottságokban is jók vagyunk. Bízunk benne, hogy minél előbb oda lehet érni a híd lábához, és át lehet majd menni ezen a hídon. Ez sajnos a pandémia miatt erre egy picit várnunk kell. Hát nem tudom, mit kívánhatunk a szakmának így a következő hetekre, hónapokra? Húha! Minél hamarabb tisztázzuk, hogy ez 30-60-90 nap. Aztán szerintem mi lábra állunk hamar. Kívánjuk, hogy így legyen. Köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. Szenzációsan menetel a PMFC az MB2 őszi idényében. A jelenlegi dobogós helyezés merész tervek szövegetését hozta el a klub házatáján. Ha minden jól megy, elérhető közelségbe kerülhet még az MB1-es feljutás is. 18 forduló után harmadik helyen van az MB2-es labdarúgó bajnokságban a PMFC gárdája. Ez nagy meglepetés, nem várt szép szereplés a pécsi csapat részéről. Vas László vezetőedző fiatal csapata mérkőzésről mérkőzésen nőtt fel ezidáig önként vállalt feladatához. Voltak könnyebb és nehezebb találkozók, de a csapategység az esetek nagy részében diadalmaskodott. Legutóbb a Deac ellen az utolsó percekben biztosították be a győzelmet. Ez egy jelenlegi állapot. Úgy gondolom, még nem tartunk ott, hogy csodákról lehessen beszélni. Dolgozunk, csináljuk, tesszük napról napra dolgunkat, és bízunk abba a teljesítményben, hogy kiviszünk a pályára, hogy eredménnyel is párosul. Nézzük, hogy honnan indult ez az egész történet. Megye 1-től MB2-ig, és itt vagyunk a dobogón. Gyakorlatilag egy szép hosszú útról beszélhetünk. Erről van szó, tehát ez egy rögös út, ez egy nagyon rögös út, amin elindult a klub és a csapat, úgyhogy vissza kell tekinteni 5 évre, amikor ugye a Gabiék elkezdték egy nagyon nehéz körülmények között, és ugye osztályt tudtak váltani, folyamatosan bizonytalanság jellemezte akkoriban a klubot, és már olyan hírek is terjengtek, ugye, hogy ez a nagy múltú tradicionális klub megszűnik. Hál' Istennek ez nem így történt, kaptunk bizonyos segítségeket, kezdett napról napra lábra állni, még most sem lehet beszélni itt Kánoáról, mert azért úgy gondolom, hogy az MB2-es szinten is messze el vagyunk maradva azoktól a kluboktól, akik mind infrastruktúrálisan, mind anyagi tekintetben előttünk járnak. Ettől függetlenül próbálunk megfelelni a követelményeinknek, és tesszük a dolgunkat, ahogy tudjuk. Az acélt is tűzbe edzik. Mondtad, ez a pár év azért megedzett a társaságot? Jó, nyilván azért ez a társaság a kiinduló ponttól kicserélődött. Tehát azért, ha visszanézünk abba az időszakra, amikor ugye megy egyes csapat volt, akkor is más játékosok alkották, ugye a Gabiéknál az MB3-ban is más játékosok alkották, és utána, amikor ismét nehéz helyzetbe került, ugye kiesés szélére került az MB3-ba a csapat, akkor is ugye helyi fiatalokkal oldottuk meg, és napról napra próbáltuk azokat a személyeket, azokat a karaktereket megtalálni, akik a klub filozófiájának megfelelően tudnak segíteni. És ránézzünk így a tabellára itt az MB2-be, főleg az első traktusba, hát csupa egykori MB1-es klubot látunk, óriási tradíciókkal, beleértve akár a PMSC-t is. Ez egy ilyen kis házi bajnokságnak is felfogható volt MB1-esek között. Igen, ez sajnálatos. Ugye amióta szűkítették az MB1-et, 12 klub alkotja az MB1-et, és 20 ugye az MB2-t, azóta kicserélődtek a klubok, és olyan klubok kerültek fel az első osztályba, akik idézőjelben nem rendelkeztek akkor a tradíciókkal, mint adott esetben most, akik jelen pillanatban az MB2-ben szerepelnek. Én még talán nem láttam ilyen kiegyensúlyozottnak és ilyen erősnek ezt az MB2-t. Rengeteg olyan csapat van, és ez a bajnokságra jellemző, hogy egyetlen egy mérkőzésen sem ez biztosra. Minden meccs, azt mondom, hogy egy kiélezett küzdelembe dől el, és igazán jó bajnokságnak tartom most jelen pillanatban az MB2-t. Mik az erényei mostani PMSC-nek? Gyakorlatilag, ha megnézzük a csapat játékát, struktúráját, miben erős ez a társaság? Én úgy gondolom, az egység is, és ez a fajta alázat és ez a fajta a munkába való hit jellemző most a társaságra, ami úgy gondolom, hogy alapvetően alapnak kell, hogy legyen, és ez jelen pillanatban működik nálunk. Van egy jó közösség, van egy olyan közösség, akik tudnak egymásért küzdeni, és teszik a dolgokat, és jelen pillanatban úgy vagyunk ebbe, hogy próbáljuk minden egyes dologból, minden egyes edzésből, minden egyes mérkőzésből maximumot kihozni, hogy ez milyen eredménnyel jár, azt majd a bajnokság végén tudjuk konkrétan. Valakit a stadionban beleszagul a levegőben, és a régmúltban is ide járt, azt
tudja, hogy a Feyenoord is itt borította egy koronalabdát. Hát hamarosan új stadion épülhet, ami újabb sikerek helyszíne lehet. Mit jelent ez a számotokra, hogy egy vadi új stadion fog kapni a csapat? Nem mennék még ennyire messzire, azért az még a jövő dolga az, hogy mikor készül a stadion. Biztos vagyok benne, hogy nagy lökést ad, nem is igazán nekünk, hanem talán a helyieknek, a környékbelieknek, a régióban futballozó játékosoknak lehet egy újabb motiváció, egy inspiráció felé, hogy igenis van jövőképe a pécsi és a baranyai labdarúgásnak, és amint említetted, ugye, hogy ez a klub ez óriási tradíciókkal rendelkezett. Nagyon komoly labdarúgók, helyi labdarúgók, pécsiek alkották a csapatot és értek el komoly eredmények. Innen adott esetben kicsit most tovább körülmények között lettek akár válogatottak, vagy akár híres komoly klubokba futballoztak. Ez egy nagy dolog, és ezt kéne valamilyen szinten visszaállítani, hogy azok a fiatal labdarúgók, akik itt nevelkednek a mi akadémiánkon, azok ne vándoroljanak, ne keressenek 14-15-16 éves korukban más lehetőséget, más perspektívát, hanem próbáljanak meg itt helyben eredményesek lenni, és magát a várost és a klubot erősíteni. Nagyon húznak a csikók ebben a bajnokságban. Lesz ebből NB1, vagy jelen pillanatban még nem látod ezt éretnek a csapat szempontjából? Őszinte vagyok, nem tartom realitásnak jelen pillanatban a feljutást. Mindent megteszünk minden mérkőzésen, ezt többször kihangsúlyoztam, minden mérkőzésen meg fogunk tenni mindent azért, hogy nyerjünk. Nyilván, hogyha minden mérkőzést megnyersz, akkor elkerülhetetlen ez a dolog, de reálisan kell nézni a dolgainkat. Úgy gondolom, a csapat 110%-on próbál teljesíteni, és nyilván nem robotok, nem gépek. Ne felejtsük el, hogy egy évvel ezelőtt még NB3-ban voltunk, az NB3-as csapatnak a magja megmaradt. Van hova fejlődnünk, van mit tanulnunk, a lelkesedés és a mentális erő egy bizonyos idő után azért ki fog egyenlítődni, és ezek a mérkőzések, mint ahogy látjuk is, egy gólokon múlanak bárki az ellenfél, ez abban az esetben, hogyha mentálisan erősek vagyunk, ez jó dolog, de hozzá kell tennünk, és abban a szinten, tehát a futball szintjén kell még sokat fejlődnünk, hogy komolyabb terveink lessenek. Túl vagyunk egy nagyon szoros meccsen a Deac-szal, akik az utolsó helyen vannak, de annyira sűrű itt a mezőn, gyakorlatilag kiegyenlített a tabellán lévő valamennyi csapat játékos tudása. Úgyhogy ez a három pont a lényeg, ugye, egy ilyen meccset? Így van, minden mérkőzés a három pont a lényeg. Igen, a végére azért szorossá tettük, de ahogy a Laci is nyilatkozta, hogy ez a csapat erejét bizonyítja, hogy meg tudtuk szerezni a három pontot, hogy a 80 nem tudom hányik percben egyenlített ugye a Deac, és utána még tudtunk szerezni egy gólt a Grabant Bence révén. Nyilván örülünk a három pontnak. Én nem gondolom, hogy azért több gól lett volna benne, mert elég kiegyenlített küzdelem volt, inkább a mezőny munka, ami dominált ezen a mérkőzésen, a Deac eléggé visszaállt, ezt nehezen tudtuk felbontani. Ugye az egyik ugye egy pontrugásból szereztük a gólt, a másik pedig igazából egy szép támadás volt, de akkor már ugye eléggé a vége felé felborult a pálya. De még egyszer mondom, örülünk a három pontnak, mivel ezért futballozunk, hogy minden hétvégén három pontot szerezzünk. Ez a meccs is jól bizonyítja, hogy mind fizikálisan, mind mentálisan egyben van ez a csapat? Én is így gondolom, igen. Bevallom őszintén, már rég voltam, meg talán már az elején is azt éreztem, hogy így nem volt az, hogy az edzésen vagy a mérkőzéseken hisztisztünk volna, úgymond, mert azért szerintem a futballban eléggé, főleg a magyar futballban eléggé jellemző az, hogy a játékosok hisztiznek, ha valami nem úgy megy, vagy túl sok az edzés, túl kevés, ez egy tipikus magyar dolog, de hál' Isten nálunk ez nem jellemző, szerintem együtt van az öltöző is, rengeteget viccelődünk egymással, különböző játékokat is találunk ki az öltözőben, ilyen csapatépítő jelleggel, úgyhogy szerintem együtt vagyunk. Szerintem ez is az egyik kulcsa annak, hogy a csapatnak jól megy. Nyáron érkeztél a PMSC-hez. Milyen gondolatokkal, mit tudtál a klubról, mennyire érezted, hogy egy igazi, tradicionális magyar klubba jössz? Nyilván játszottam is még NB1-be itt Pécsen, ugye sajnos utána megtörtént a csapatnak a kizárása, de nyilván körbe kérdeztem így a pécsi ismerősöktől, vagy akik előtte itt játszottak, és mindenki jó véleménye volt róla. Nyilván egy játékos mindig egy picit bárhova igazol, úgy gondolom, hogy egy kicsit félsz eligazol, hogy jól döntötte, stb. De egyelőre azt tudom mondani, hogy jól döntöttem, és remélem ez a szezon végéig kitart ez a,
menetelés, úgymond. Az azért bennetek van, amikor kifuttak itt a Mecsekaljai stadionban, vagy hogy Dárdai, Lutz, Róth, Mészáros, ilyen nagy nevek játszottak itt korábban? Bevallom őszintén, amikor kifutunk, akkor már nincs bennünk. Akkor már saját magatokat focisztok. Akkor már saját magunkra figyelünk, de igen, jó érzése tölt el azért, hogy ilyen nagy nevek megfordultak itt. Például, amikor elmegyünk egy toka edzésre, akkor kint vannak a falakon ezek a játékosok, akik megfordultak, és ez nyilván az embert jó érzésekkel tölti el, és örülünk neki, hogy szerintem ilyen helyen futballozhatunk, és hogy ennyi szurkoló szeret minket, és kilátogatna most a mérkőzés, előtte pedig azért minden alkalommal, minden hétvégén nálunk volt a legtöbb néző. Egyéb iránt az ember, amikor elindul egy bajnokság, akkor nagyjából belövi magát, hogy hova érhet a társaság, hanyadik helyen szerepelhet a bajnokságban. Gondoltátok volna, hogy a dobogón lesztek mondjuk a 18. fordulóban? Én szerintem a csapat nevében is mondhatom, hogy igazából nem az, hogy nem gondoltuk, vagy gondoltuk, nem is beszéltünk erről. Szerintem ez így jobb is, mert nekem volt már, hogy neki mentünk úgy a bajnokságon, hogy hú, most mindenképp itt esetleg bajnokoknak kell lennünk, vagy mindenképp tizedik helyen belül, vagy stb. Szerintem ez így jó, hogy mindenki szépen csendben teszi a dolgát, és akkor majd a végén fogjuk megszámolni a pontokat, és remélem, hogy olyan helyen leszünk, ami mindenkinek megfelel. Szeretné újra NB1-be játszani? Hogy a viharban, ne? Szerintem mindenkinek az első célja, hogy NB1-es játékos legyen. Hál' Isten, nekem sikerült már ugye kétszer bajnokságot nyernem NB2-ben. Hát igen, most mit mondjak erre? Most nem lehet más mondani, mint az, hogy nyilván mindenkinek az a cél, hogy NB1-ben legyen. Kedvesai Donáttal beszélgetünk, aki egykoron még a Szederkény utánpótlásában nevelkedett. Visszagondolsz azért még a kezdetekre? Persze, édesapám szederkényi, úgyhogy sokat is járok Szederkénybe. A Pécshez egyébként Bolyban kerültem, egy bói tornán, ott azután kaptam meghívót Pécsre. Még a Szederkény színeiben, a Pécsen lejátszottuk a döntőt, és akkor aztán egy vagy két hétre már a Pécs játékosa voltam. Jó pár év eltelt azóta, folyamatos volt a fejlődésed, hogy érzed? Nem gondolnám folyamatosnak. Sajnos sok törés volt a karrierem során, így a fiatalkori rossz döntéseimnek, illetve nem megfelelő mentális felkészítésemnek köszönhetően. Szép lassan azért helyére kerültek a dolgok. Mondom, most jól érzed magad egy harmadik helyen tanyázó NB2-es klubban? Igen, nagyon jól érzem magam, köszönöm. Meg nagyon szeretek itthon lenni, és nagyon szeretem ezt a klubot. Hát a karrierem is pontosan mutatja, hogy bármikor, mikor lehetőségem volt, visszaigazoltam ide. Tegnap volt a Deac elleni mérkőzés, hát állítok bravúra halmoztál, főleg a végén kellett igazán vitézkedni. Igen, szerencsére sikerült védenem a 90 pluszba, 2-1-es állásnál, de itt azért kiemelném a védelmemet is, majd ha megnézitek a videót, azért látszik, hogy 6-8-an ugrálunk a kapuba, és mindenki minimum egy blokkot teljesít. 6 kapusa még úgyse játszott a pillanat. Nem, igen, meghúztuk az újat. Milyen ez a mostani bajnokság? Milyen a feelingje, hangulata, meccsről meccsre, hozva a meccseket, győzelmeket, akár fordítva mérkőzéseket? Hú, én nagyon élvezem. Eleve nagyon szeretem ezt az osztályt, mert nagyon kiegyenlített. És tényleg bármennyire közhely, az utolsó ellen se lehet biztosra menni. És bár úgy gondolom, hogy tegnap is domináltunk, és rájuk tudtuk erőltetni a játékunkat, és nekünk volt a sok helyzetünk, de ugye stabilan védekező, jól felkészített csapat ellen, itt már ugye fizikálisan minden csapat rendben van, taktikailag minden csapat rendben van, itt a nüanszok döntenek folyamatosan, és én ezért nagyon szeretem. Nagyon szeretem, hogy kiélezett és izgalmas mérkőzések vannak. A mester pár perccel ezelőtt elmondta azt, hogy folyamatosan változik a csapat összeétele így az elmúlt évek tükrében, és ha lehet azt mondani, hogy mostanra összeállt a puzzle. Igen, úgy gondolom, hogy most nagyon összeállt egy jó keret, egy jó stáb, egy jó vezetés. Tavalyról kiemelném egyébként, tehát a tavalyról megmaradó szurkolóinkat is, nagyon sok szurkoló kísér minket idegenbe, itthon rettenetesen jó hangulatot teremtenek. Mondjuk ez most zárkapunál minket például nagyon, tehát hogy zavaró. Frusztráló azért, hogy nincs néző? Hát nem is az, hogy frusztráló, nehéz szó, hanem hiányoznak. És azért hiányoznak, mert mi átéltük, hogy milyen jó hangulatot teremtenek, amikor itt kint van 3500 ember, akkor azért tényleg nagyon jó a hangulat. De most szerencsére sok minden összeállt. Én úgy látom, hogy az egész kompaktan összeállt. Tehát nem csak a játékosok, nem csak a csapat, nem csak a kiszolgáló személyzet, mindenki. Egy kicsit kitekintve Pécsről, azt hiszem a magyar futballban most megint pezsgés van. Lásd a válogatott szép szereplését, a Fradi BL szereplését. Ez azért dopingol benneteket is?
persze szurkolunk nekik nagyon. És úgy gondolom, hogy minden ilyen nemzetközi siker nagyon-nagyon jót tesz a magyar futballnak. Nagyon ki van, én úgy gondolom, hogy ki van rá éhezve az ország, hogy sikeres legyen a válogatottunk, sikeres legyen a legnépszerűbb csapatunk, akinek a kapuját egy pécsi kapus védi. Úgyhogy neki külön szurkol szerintem itt a klubnál mindenki. Neked például ő példaképed? Nekem ő nagyon jó barátom. Mi együtt nevelkedtünk. Mi egy pár, úgy, két kapus volt ugye egy korosztályban, mi egy párban nőttünk föl. Szóval elég nehéz fiatalkorom volt mellette védeni. Hát azért elvárod magadtól, még fiatal vagy most is, hogy akkor jöhet az NB1, ugye? Ha akár tavasszal benyerve a bajnokságban mondjuk az első, második vagy a harmadik helyet, vagy pedig akár egy-két éven belül, ezt majd azért a sors dobja nektek. Hát igen, én úgy gondolom, hogy szeretnénk oda jutni, azt a vezetőség majd megoldja hozzá a feltételeket, meg úgy gondolom, hogy hosszú távú célokban ez benne van, de nem gondolnám, hogy ennyire előre kéne szaladni, és ilyenekkel kéne foglalkozni majd 2-3 év múlva. De azért álmodozol róla esténként, nem? Nem vagyok az a túlságosan álmodozós típus, de egyébként igen, jó lenne, és úgymond vágyom rá, vagy hogy ez egy jó kívánság lenne, hogyha éppen látnék egy repülőt, vagy sárga trabantot, vagy azt hiszem az volt régen, akkor az igen, ez egy jó kívánság lenne, de úgy gondolom, hogy ennyire azért ne szaladjunk előre. Ha minden jól megy, és be tudjuk teljesíteni, mint a Laci vár tőlünk, hogy minden meccset megnyerjünk, akkor nincs más választásunk. Csak így tovább, pécsi fiúk, rohamozzátok a dobogó illusztris helyeit, s ha végén az első két hely valamelyike összejön, akkor nincs mese, irány az első osztály. Hajrá PMFC! Esti műsorunk véget ért. Holnapunkon és YouTube csatornánkon közéleti magazinunkat visszanézhetik. Szép estét Önöknek!